Ez volt az a fotó, amit bizonyítékként mellékelt az a budapesti férfi, aki feljelentette a mentőket, amiért megálltak venni egy hamburgert. A panaszolt mentőtiszt azóta a videóüzenetben is elmesélte, hogy az ügyben vizsgálat indult, melyből kiderült, hogy 1 perc 51 másodpercig tartott megvenni a hamburgert, amit azonban riasztás miatt csak később tudtak elfogyasztani. A lakosság nagy része felháborodott a feljelentésen. Országos szinten több vállalkozás ajánlotta fel, hogy náluk ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel fogyaszthatnak a mentők. Ez a keszthelyi hamburgeres is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Mint elmondta, ő is mélységesen elítéli a feljelentőt tettéért. Véleménye szerint felháborító, hogy azoknak okoz valaki kellemetlenséget, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy mindenki megkaphassa a szükséges ellátást ebben a nehéz helyzetben is. Németh Zoltán és csapata eddig is folyamatosan ajánlott felebédet a keszthelyi mentőállomás és a kórház dolgozóinak. Ezt ezután is folytatni fogják. Csütörtökön is több adag hamburgert készített el a szolgálatban lévő egészségügyiseknek. Mai napon kiküldünk nekik 12 darab hamburgert, illetve holnapra kész lesz nekik egy kártya, ami egy névre szóló mentőskártya, és ezzel a mentőskártyával állunk, akkor egy nagyobb kedvezményet tudnak fogyasztani ezentúl. A hamburgerező nem csak helyben fogyasztásra kínálta, hanem állomáshoz. Az egészségügyi dolgozókat előre értesítették az érkezésről, akik azonnal át is tudták venni a hamburgereket. Általánosságban elmondható, hogy a keszthelyi, illetve környéki lakosok és vállalkozók a pandémia kezdete óta folyamatosan támogatják valamivel a keszthelyi mentőállomás dolgozóit, péksüteményekkel, húskészítményekkel, süteményekkel, gyümölccsel, zöldséggel, mindennel ki, amit meg tud tenni, amit hálásan fogadnak a mentők. A keszthelyi televízió híradóját Lendvai Bianka tudósította.